Életünk első 9 hónapját vízben töltjük. Születés után még közel fél évig működik a babák búvárreflexe, azaz, hogy víz alatt visszatartják lélegzetüket. A foglalkozások ezt használják ki, s aki ellátogatott vasárnap délelőtt az uszodába, saját szemével győződhetett meg róla. A babák élvezik a vizet, nem félnek, bátran evickélnek a medencében. Ilyenkor fokozódik a vérkeringés, a gyerekek mozgáskoordinációja fejlődik, fejlődnek a légzőizmok, a légzés segítő izmok. A délután 2 órakor kezdődő kézműves foglalkozásra szüleik kíséretében folyamatosan érkeztek a gyerekek. Az 5 asztalnál gyerekek és felnőttek közösen dolgoztak. Voltak egyszerűbb feladatok, de néha elkelt a szülői segítség. Legyen időtálló, az időjárás viszontagságainak ellenálló, közvetítse a városi értékeket. Ezeket a szempontokat vették figyelembe a Városcímer közterületen való megjelenítésében. Gránittömbre helyezett színes kerámia lapot választottak a tervezők és az alkotók. Ez megfelel az építészeti követelményeknek is. A címer ötlete Báhidi László városgondnokság vezetőjétől származik. Ő találta ki, hogy az egyik fontos csomópontban, ahol most állunk, díszítsük címerrel a körforgalmat. Kedden meghitt betlehemes műsorral indult a programsorozat. Szerdán kézműves foglalkozások voltak. Kis betlehemeket, karácsonyi díszeket, csuhébábokat, mécseseket készítettek a gyerekek. Csütörtökön aztán az iskolában 6 helyszínen zajlottak a foglalkozások, melyek mindegyike a karácsonyi készülődést segítette, lélekben is. Az egyik csoportban az iskola egykori pedagógusa Puskás Nétófei Vali beszélgetett a gyerekekkel a szeretetről. Egy másik teremben Váminé Molnár Emma gyermekkönyvtáros régi képeslapokból készített dobozkát a napközisekkel. 10 tablettel és 2 laptoppal bővült a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat Pápai Számítógépes Klubjának gépparkja. A legmodernebb technikai eszközök a tajvani nagykövetség és a magyar-tajvani parlamenti baráti társaság segítségével jutott el a városba. Dr. Kovács Zoltán államtitkár úr jó voltából sikerült felvenni a kapcsolatot a tajvani követséggel, és ők úgy gondolták, hogy a Pápai Számítógépes Klubot valamilyen formában támogatják. A tablet sok család számára nem elérhető eszköz, a klubban azonban találkozhatnak vele a diákok, tette még hozzá Nagy István.